közösség általában, amikor szerveződik, akkor nem avval foglalkozik, hogy ír, hogy följegyez, hogy magáról gondolkodik, hanem akkor cselekszik. Ilyen értelemben az a furcsaság, hogy a közösségeknek általában a kezdeti időszaknak nincs története, hanem mondákat mondunk róluk, amelyek vagy igazak, vagy nem igazak. Lehet, hogy a történések nem pontosan igazak, de a lényeg az valahol mindig igaz. Magyarország, a magyar nép az egy közösség. Van neki egy mondája. Arany Jánostól ismerjük, valahogy így szól. Nem recitálom, valamennyien iskolából még jól emlékszünk rá. Ha megnézzük ezt a mondát, ami a magyar népnek az etosza, hogy keletkezett a magyar nép, akkor három fontos dolgot felfedezhetünk benne, amit általában minden mondában is regében felfedezhetünk. Általában van egy ős öreg, akitől a közösség ered, Ménrót. Aztán vannak vitéz fiak, akik elindulnak kalandozni, és kalandozásaik során megalkotják a közösséget. Hunor és Magar. És aztán van még egy fontos elem, van valami, amiért érdemes küszködni, amiért érdemes állandóan kepeckedni, és a magyar mondában ez a csodaszarvas. Ami után szaladnak, ami soha nem érnek el, de miután érdemes szaladni. Én most egy ritka történelmi pillanattal ajándékozom meg önöket, egy történelmi bejelentést szeretnék tenni. A Magyar Történelmi Archívumban dolgoztam 5 éven keresztül, és szép öreg fóliákra találtam egy olyan mondára, ami hasonló struktúrában szól az ősöregről, a fiairól, meg arról, amit el kell érni a csodaszarvasról. Csak ezt nem csodaszarvasnak hívják, hanem biteknek hívják. És a monda valahol így szól. Van benne egy ősz öreg, Pesti. Vannak benne hős fiak, Feri, Sanyi és Robi, akik elindultak azért, hogy a bitek világát, a számítástechnikát Magyarországon megalapozzák. Hogyhogy nem, e három fiútól egy utód nemződött, amit úgy hívnak, hogy Számark. Azt ne kérjék tőlem számon, hogy megfejtsem azt, hogy nemződik három apától egy utód, mert ahogy a történelem bizonyítja, ez így van, mert egy utód van a Számark, meg egyébként is a mondáktól nem illik számon kérni az ilyen természettudományi csacsiságokat, hogy háromból hogy lesz egy. Most tulajdonképpen erről a közösségről szeretnénk beszélni, de nem a mondák nyelvén most már, hanem a történelem nyelvén. Néhány dolgot előre szeretnék bocsájtani. A mai konferenciákon nem fogjuk egymás után elmondani történetünk összes eseményét. Erre nem volna idő, 45 év a magyar számítástechnika történetében. Nagyon sok. Nem telne rá elegendő idő, ezért megírtuk, amit tudtunk egy könyvben, és ezt önöknek odaadtuk. Ott, majd otthon el lehet olvasni, összefüggéseiben az egészet. Inkább arra vállalkoztunk, hogy egy-egy morzsán, egy-egy szemelvényen keresztül bemutatjuk azt az életet, azokat a projekteket, azokat a gondolatokat, amelyeket egy-egy időszakban vállalatunk egy-egy részét foglalkoztatták. Azt mindenképpen el kell mesélni, hogy a történet háttere, lényege, ez tulajdonképpen az, hogy föltalálták az elektronikus számítógépeket, és az ügyvitelben észrevették azt, hogy népszámlálás és hasonló nagy adatokkal történő feldolgozásokat nem nagyon lehet már számítógépek nélkül csinálni. És erre Magyarországon is egyszer csak megérett az idő, itt is megérett a felismerés. Nem csak Magyarországon, hanem a szocialista országokban is. És 968 körül létrejött az a felismerés, számítógépeket kell gyártani közösen. Embargó miatt nem nagyon könnyen lehetett nyugatról importálni ilyeneket, de drágák is voltak. Tehát gyártsunk számítógépeket, és alkalmazzuk azokat. Nem olyan egyszerű dolog egy újfajta berendezést, bonyolult berendezést alkalmazni. Meg kell tanulni. Az alkalmazásoknak a felfedezésére, az alkalmazásoknak az előkészítésére a Magyar Számítástechnikai Központi Fejlesztési Program a Statisztikai Hivatalt kérte föl. Volt másik néhány nagy intézmény, akik a gyártással, műszaki fejlesztéssel foglalkoztak, vagy a tudománnyal foglalkoztak. A Statisztikai Hivatal az alkalmazásokat készítette elő, és a Központi Statisztikai Hivatalnak az elnök helyettese, aki ezt a feladatot
még főosztályvezető korában megkapta, Pesti Lajos volt, aki éppen előttem beszélt. És tulajdonképpen ők úgy kezdtek hozzá ennek a dolognak, hogy kialakítottak egy vállalatbirodalmat. Egy olyan vállalatbirodalmat, amely képes arra, hogy azokat a funkciókat, amik szükségesek ahhoz, hogy a számítástechnikai alkalmazások vidéke fölfedeződjék, a hozzá szükséges szoftverek megteremtődjenek, eladják őket, hogy oktassák a megfelelő embereket, mindez megtalálja maga gazdáját. Az intézményrendszert nem akarom ismertetni, többen vagyunk, három elemet szeretnék kiemelni, az Infelort, a számokot és a OSZ-t, amelyekből a számok tulajdonképpen később kialakult. Tulajdonképpen ezeknek az intézeteknek a történetét, az Infelor és a belőle kialakuló számki történetét, a számok történetét és a OSZ történetét szeretnénk tulajdonképpen egymás után elmondani. Ezek közül az első az Infelor volt, amit 1965-ben alapítottak, és azt a nevet takarja, hogy információfeldolgozási laboratórium. Később, amikor már megizmosodott, angolra is akarták fordítani az Information, Elektronika és Organizáció neveknek a rövidítését takarta már ez a név. Az Infelort azért hozták létre, hogy valaki kitalálják azt, hogy hogy kell a vállalatgazdálkodásban a számítógépeket használni, hogy kell azokat a szervezési módokat megtalálni, amelyek nem ügyviteli tekerős gépekre, hanem most már számítógépekre orientálják a vállalatokat, hogy kell létrehozni azokat a szoftvereket, amelyeknek a segítségével a vállalati alkalmazások dolgozni tudnak, hogy lehet az államigazgatást megsegíteni, és így tovább. A vezérkar, amivel megalakult az Infelor, Rabár Ferenc igazgató volt, akiről az előbb beszélgettünk, Dömölki Bálint igazgatóhelyettes, aki itt ül és aki a szoftvert képviselte, jobb keze Dietrich Harpi, aki szintén a szoftveres vonalat képviselte, Szent Iványi Tibi, aki a műszaki vonalat képviselte, Pádár Gyuszi, aki a vállalati közgazdasági modellt képviselt, oldalt képviselte, és Szakolcai Gyurka szintén itt ül közöttünk, aki pedig a államigazgatásnak a matematikai modellezési kérdéseivel próbálkozott meg foglalkozni nagy sikerrel. Azonban a nagy előnye volt ennek a vállalatnak az, hogy hamar rájött arra, hogy nem csak oligarchákból áll a világ, hanem kellenek munkások is, akik dolgoznak, ezért gyorsan fölvettek munkatársakat is. Az első négy munkatárs Krajcsovics Marci, Stál Jancsi, Lampöl Tamás és Frivalszki Sanyi volt, akiknek sajnos, aki utóbbinak sajnos nem találtam meg a fényképét, ővel elvesztett valahol a kapcsolat, de visszaidézzük az ő nevét, mert fontos emberek voltak, annál is inkább, mert rögtön a magyar feudális társadalomban rájöttek arra, hogy rabszolgának lenni nem érdekes, és előbb osztályokat, majd főosztályokat alapítottak, és előbb-utóbb bekerültek az Infelornak a vezető garnitúrájába. Ennek a vállalatnak, amelyik tulajdonképpen tehát vállalati információs rendszerekkel, államigazgatási informatika próbálkozásaival, operációkutatással, ökonometriával, szoftverfejlesztéssel és műszaki alkalmazásokkal foglalkozott, ennek a legnagyobb eredménye, ha ma tekintek vissza, a következő négy pontban foglalható össze. Magyarország legszabadabb szellemű vállalata volt, állítom én, a felszabadulás után. Felszabadulás alatt, tehát a 1945 után. Itt egy olyan közösség és Rabár vezetésével egy olyan szellem jött létre, ahol egyenlő emberek szabad szellemben tudtak alkotni, teljes tisztelettel egymás iránt. Ezt vállalkozás formában csinálták akkor, amikor még nem volt vállalkozás. Oda mentek, ahova akartak, azt nyerték meg, akit akartak, pénzt kértek, amit szolgáltatást nyújtottak, mert el kellett magukat tartani, és tulajdonképpen egy friss, nyugati szellem áramlott be ezzel a céggel a magyar vállalati szférába. Ebből a cégből alakult ki az első magyar szoftverház, innen indult el a magyar szoftverexport, és itt lett egy kiváló gárda, akinek a tagjaival fogtok mindjárt találkozni. Ennek az Infelornak az életét hatan fogják bemutatni, akik most ehhez mindjárt hozzá is kezdenek.